A General Inspect Kft. 1986-ban alakult. Vállalatunk már a 20 000 négyzetméter területű telephelyeken működik. Járműparkunk jelenleg 23 darab 40 tonnás szerelvényből és 7 darab 12 tonnás tehergépkocsiból áll. Fő tevékenységi körünk a nemzetközi árufuvarozás. Célpiacunk a nyugat-európai import-export vállalatok, valamint a legnagyobb gyártók. Nagy mennyiségben acélárut, papírárut és szerelvényeket fuvarozunk. Jelentősebb megbízóinkkal kapcsolatunk több mint 20 éve folyamatos. Megrendelőink bizalommal fordulnak felénk, hiszen gondoskodunk róla, hogy küldeménye eljusson időben, bárhova, bármilyen körülmények között. General International Transport. Nem tudom megállni. Csináljon!
Nehéz mérkőzésre számítottunk, a pálya talaja miatt is, meg a csapat miatt is, mert tudtuk, hogy az a Komla azért nem rossz csapat. Igaz, hogy egyedig nem tudott pontot szerezni, de hát élethalál kérdés volt nekik az, hogy most egyáltalán pontot szereznek. Nyilván ők is itthon akarták tartani 3 pontot, ez meglátszott a játékukon. Úgyhogy az első fél idő küzdelmes mérkőzés volt, ahol tulajdonképpen nem esett gól. Én azt gondolom, hogy egy kicsivel kövezelebb álltunk az első fél időben a vezetéshez. Ez nem jött össze, a másik fél időben sikerült gólt szereznünk, és gyakorlatilag a gól után több gólszerzési lehetőségünk volt, ami 100%-os gólhelyzet volt, amit rutintalanságunk miatt vagy nem használtunk ki jól. Ezért a mérkőzés végéig kellett egy kicsit izgulni, de végül is a mérkőzés végén is sikerült egy szép találatot elérni, úgyhogy nagyon-nagyon értékes 3 pontot szereztünk a mai napon. Gratulálok a csapatnak, gratulálok a Kesszűs Barnának a születésnapjához, úgyhogy ezzel a csapat megajándékozta őt a születésnapja alkalmával. Jövő héten? Jövő héten otthon fogadjuk a Szent Lőrincet. Hazai pályán, hát a hazai pályán nekünk illik győzelem játszani. Remélem, hogy össze is fog jönni. Gratulálok a születésnapodhoz. Milyennek láttad a mérkőzést?
Köszönöm szépen. Hát az első fél idő úgy érzem, hogy kicsit ilyen ismerkedéssel telt. Kellett idő ahhoz, hogy fölvegyük a ritmus, valamint hogy kicsit kiismerjük az ellenfélnek a játékát, meg a pályatalaja, amennyire engedte, annyira próbáltunk játszani. És viszont a második fél időben úgy érzem, hogy sikerült megtalálnunk azokat, az ellenfélnek talán azokat a gyenge pontjait, amiből ugye a gólokat is szereztük, próbáltuk mögéjük berúgdosni a labdát, területekre ráfutni, kihasználva a gyors szélsők meg a gyors csatárnak a sebességét, valamint a Ricsinek a testi erejét. Ez is azt mutatja, hogy a Ricsi nagyon jó játékos, nagyon, nagyon robosztus, jó felépítésű, hogy két gólt is szerzett, egy fejes, egy pedig ugye a csatár, ahol lennie kell, a 16-oson belül bepasszolt a labdát. Mennyire tartod jó csapatnak a Komlót? Jó csapatnak tartom, szerintem nem, eddig nem nagyon gyűjtögették a pontokat, de úgy érzem, hogy ez a meccs is bebizonyította azt, hogy ők pontokat fognak szerezni az elkövetkezendő időben. Jól indult a mérkőzés a Komló részéről. Jól kezdtük szerintem is a mérkőzést. Nyilván olyan nyomás alá nem tudtuk helyezni a vendégeket, amilyen nyomás alá szerettük volna az elején, és megbeszéltük, hogy megpróbáljuk letámadni őket. Próbáltunk inkább a biztonságra berendezkedni, hiszen azért nulla pontunk van, 4 vereség után voltunk. Elsődleges szempont az volt, hogy egy zárt védekezésből nyilván próbáljunk minél gyorsabban eljutni az ellenfél támadózónájába, és ott nyilván minőségbe megpróbálni befejezni az akciókat. Nyilván góllal gólokat szerezni, de legalább befejezett akcióink legyenek. Ugyanis az elmúlt mérkőzéseken nagy problémáink voltak, hogy ugye mezőnybe próbáltunk építkezni, és abból az eladott labdákból lefordultak rólunk, és abból kaptunk gólokat. Úgy érzem, ez a része jól működött, nem volt sok helyzet az első fél időben nekünk se, az ellenfélnek se. Úgy éreztem, hogy a döntetlen ezen a mérkőzésen mindenképpen meg lehet, de sajnos egy ellentámadásból gólt kaptunk, pedig a védelem megvolt, ott szinte 1-4-be vitte be a paksi játékos bal oldalon. Még az első lövés sikerült hárítanunk, de a visszapattanóval ugye gólt lőttek. Előtte lévő támadásból pedig nekünk a jobb oldalon volt egy veszélyes helyzetünk, akár gól is születhetett volna belőle. Hát sajnos ilyen paszba vagyunk, hogy elől semmi nem sikerül, hátul pedig mindig vannak olyan hibák, akár egyéni hibák, amiből gólt vagy gólokat kapunk. Jövő héten hová megy a csapat? Jövő héten a Békés Csaba 2-höz megyünk. Hát ez is elég problémás nyilván, nem csak az eredmény meg az eredményesség miatt, hanem dél 15 órára van a mérkőzés kiírva. Hát innen Komlóról 11 órai kezdésre, az azt jelenti, hogy 9 óra körül ugye ott kellene lenni. Ezt nem tudom, hogy tudjuk megoldani, hogy éjjel 1 órakor vagy 2 órakor el kellene indulni, hogyha nem tudunk lehetőséget kapni arra, hogy előző nap elmenjünk, akkor nem lesz egy könnyű feladat.